Most tiszteletem, szeretettel üdvözlök mindenkit, nézik a videókat, az újonnan feliratkozókat, ma egy amerikai típusú, úgynevezett stuffed cabbage lesz elkészítve, mindjárt legnagyobb örömére. Közben valami szirénázás, nem tudom, behallatszik. De még mielőtt bármi történne, hagyd csak egyek, illetve büszkélkedjek egy kicsit, ha megengeditek. Most miről is van szó? Látjátok, ez egy digitális. Ez arra reagál be, amikor elmegyek előtte, és akkor ilyen hőérzékelő van rajta. Hát most elaludt. Na most figyeld. Illetve motion detektor és hőérzékelő. Tehát ha csak ide kell nyúlni, és akkor bekapcsol a display. Ez a légkondicionálónak a szedapolója, most nem akarok hozzányúlni. Szóval 75-re fogja levinni a hőmérsékletet, most van 76. Csak úgy halad lefele. Na, hát erről van szó, erről a szerkezetről. Ugye ez az? Ez egy brand new, tehát vadonatúj szerkezet, éppen hogy ide befért. És hát ez egy ilyen öko, a jó Isten tudja, hogy mi minden tud ez. Szóval ez a legújabb légkondicionáló berendezésünk. Nagyon meg vagyunk vele elégedve. Ez a belső unit, és ugye ez ott fújja ki, aztán majd a lakásban vannak ezek a befújók, ugye, és akkor ott nyomja ki a hideg levegőt. Ugye a nappaliban, tehát ott van fent, ugye az a kocka, az ott az ajtó fölött, és akkor így az összes szobában mindenhol van egy ilyen nyílás, itt a konyha is. Az ebédlőben itt nyomja be a hideg levegőt. Ja, közben odaraktam a kávét, illetve akartam csak. Na, apák napjára kaptam ezt a kis fiókot ide, mit szóltok hozzá? Bele lehet tenni ezt a patronokat. Úgy, és akkor... Ja, elindítom. Na, megmutatom a külső unitot is, oké? Borzalmasan meleg van. Na, emlékeztek rá, hogy itt volt egy ilyen szerkezet? Az a kicsi. Na hát ez az új. Négyszer akkora. És ez hűti itt a Freont meg. Ez fűt is, ugye ebben van fűtőmotor. Szóval tényleg, hogyha hideg van mondjuk, akkor átkapcsoljuk izére, hogy meleget fújjon. És ez ennyire halk. Hát a másik az, Jézus, és látjátok ott a hálószoba, nem is halljuk. Egyszerűen nem halljuk. Nagyon jó. Water resistant, szóval itt majd megcsináljuk körbe. Hoztak ilyen betonlapot, arra rakták rá. Na, hát nagyon-nagyon örülünk. Nagyon faszán néz ki, igaz? Mennyivel nagyobb, erősebb, sokkal erősebb, mint a régi volt. Szuszi is csak pislog. Na, ki szokott feküdni egy kicsit ilyenkor? Pár percre. Aztán elkezd lihegni, akkor megjön be, igaz? Két percet tovább nem bírja. A gyerekek van hány fok? Árnyékban. 89. A 35 fok körül van árnyékban, durván. Úgyhogy napon sokkal melegebb. Na jó van. Maradsz kint, úgyis bejössz mindjárt. Na, én megyek be. Jó, ezután a kis kitérő után ugye, hát ez minden fog itt kelleni. Itt van egy fej kebics, káposzta, az egy külön történet. Egy egész fej hagyma, paradicsomszósz, disznóhús. Nézd, milyen gyönyörű ez a marahús, milyen színe van. Marahús, fekete bors, só, barna cukor és a rocsaszája szósz. Szóval egyelőre ezek kellenek. És forrázunk le, ugye ugyanúgy csinálják, mint a magyarok, ugye a külső nagy leveleket. Hát amit már lehetettél leszettem róla,
ami lejött úgy magától, illetve könnyedén, úgyhogy nem repedezik össze-vissza a héja, vagyis a levelei. Igen, megpróbálj kiemelni a torzsáját, ha sikerül, remélem sikerül. Na még nem annyira. Még egyszer körbe megyünk, hoppá, sikerült, jó. Na, úgy, amennyire lehet, kicsit lelazigazd, és akkor már fordulok is. Hopszi, mehetsz ide bele, és ezek a külső levelek úgy szintén kis sós vízbe, ezt majd azért lenyomjuk, hogy jól szívja meg magát, hát pár percről van csak szó. Míg a káposzta levelek puhulnak, hát nagyjából kimérjük a húst. Ugye egy, kettő, hát úgy számolok, hogy egy olyan 10 gombóc, hát igen, ez 2, 3, 4, természetesen a többi húst lefagyasztom, 5, és egy kicsi, oké, ennyi, és ugyanezt disznóhúsból is, tehát 1, 2, 3, 4, 5, és egy kicsi, így. Tehát látjátok, szemmel is látni, hogy felesbe megcsináltam. Jó? Közben ide készítettem az Omega 3-as organikus nagy barna tojásokat is. Jaj, de organikusak, oda nézzetek! És az organikus kávémat, amit egy kis diétásnak éppen nem mondható. Ha! Ezt a Suzuka is szereti így lenyalogatni a ujjamról. Éppen nem mondható. Tejszihabba. Na. Jól él az a... Jól él a magyar, ugye? Jaj, várjál csak. Jaj, de finom dolog ez, gyerekek. Jaj, de jó az. Egész más íze van a kávénak, ugye? Tejszínnel vagy tejszihabba. Egészségetekre. Na, igen. Tehát, egy olyan, mit tudom én... Nézd oda. Még a színe is más. Hát ezt hogy csinálták? Ilyen különböző színűek. Ilyen... Sőt, három. Háromféle színű. Beszarok. De hát azt mondják, ez organikus. Hát, szerintem túl sok különbség nem lesz. Hát én úgy számolom, mennyi legyen egy 3 darabot, 3-at. Ja, ilyen 3 különböző szint majd belekeverünk ebből. Az organikus tojásból. Rápillantunk a levelekre is. Ugye, ami már külön volt, azokat kikapkodjuk. Gyerekek, én ebben nem raktam semmit most ebbe a vízbe. Már úgy értem, hogy se sót, se ecetet, semmit. Annyi csak a célom, hogy egy kicsit ugye megrogyasszuk. Na, hogy csináld? Így. És akkor így most már lejönnek, látod, de... Annélkül, hogy eltöl... Jó, de szép. Lehet, hogy több töltelék lesz. Nem baj, akkor azt meg megrakom magyar töltelékkel, bassza meg, mindegy. Na. Olyan szép levelei vannak. Akkor csinálunk többet, akkor tele lesz az erdély. Nem baj, fiam is szereti. Elfogy. Gyerekek, még olyan itt nem volt, hogy töltött káposztát kidobtunk volna. Még ez nem fordult elő, gondolom nálatok se, ugye? 3 tojcinger. Belecsattintjuk. Jaj, eszembe jutott egy vicc, gyerekek. Hát, de nem is vicc. Hát csak ilyen. Megy a Jani bácsi, mindig Jani bácsit mondok, ugye? Így a legegyszerűbb. És ugye,
ütögeti az ustorral a lovait, ugye, ül a bakon. Közben figyeljétek, amit csinálok. Só. Hát ugye, látjátok a mennyiséget. Így, egy ennyi. Jó evőkanál. És bors, semmi más. Ugye most meglepődtetek, meg ez a bors, ebből is egy olyan, hát a jó tejás kanálnyi. Nagyon meglepődtetek? És egy egész fej, körülbelül egy ekkora, ennél nagyobb volt. Csappedagyin, tehát vörös hagyma. És erről szól az egy az eklézsia mára. A Szent Mise véget ért, legyetek békével. Ezt tudtam latinul is valamikor. Várjál, most megpróbálom felidézni latinul, hogy hogy van, oké? Oké. Tehát... The Father, the Son and the Holy Spirit. Ugye? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindörökké, amen. Ez nem vicc volt. Ez csak latinul már nem nagyon emlékszem erre, de valahogy úgy szólt, hogy hát, et Spiritus Sanctis. Valahogy így. Et Spiritus Sanctis. Ugye valami, na mondom, majd utána nézek a neten ennek. Hát szégyellem, én római katolikus létemre nagyon rég voltam templomban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nagyon szégyellem. Mindig mondta a pap, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével. És akkor ment mindenki a kocsmába, a hattyötyübe. Akkor mertek csak izét. Mert ugye előtte nem lehetett inni, mert meg kellett gyónni és áldozni. És nem lehetett piálni. Ugye vasárnap reggel 7 órakor volt a mise. Aztán mire kijöttek az emberek, ugye, a 4 órás mise volt. A plébi vagy a vasatya, ugye, és akkor addigra már a kocsma is kinyitott, és akkor gyorsan mentek piálni. Na, ennyi. Mit szóltok? Hagyom egy kicsit beígy a tojást. Hát szóval a Jani bácsi, mikor hajtotta azért a lovakat, ezt üzögette a nagykedvűen, szívta a cigarettát. Ilyen suhancok. Fölkiabáltak neki. Jani bácsi! Személyre! Basztak a lovai? Oda néz, basztak hát! Akkor baszta meg őket! Hű, baszd meg! Hát aztán menekülni kellett, mert volt, hogy öreg leugrott az ustorra. Ezt oda csapkodott. Nos, elnézést, de nem mondtam. Tehát kell főzni rizsát. Rizst. És én ezt már megcsináltam előre, el is felejtettem, de még mindig forró egy kicsit, úgyhogy most kicsit kortyogatunk még a kávé, pár percig hűl, és akkor ezt ugye össze kell keverni, ez egyébként majdnem olyan, mint a tatár beefsteak. Ugye az is úgy van, hogy marhahús, mondjuk ez most disznóhús, ezt így nem szabad, disznóhús ne egyetek soha gyersen, azt már mondtam. De ha csak marhahúsról van szó, akkor ugyanígy hagyma, bors, só, kis mustár, és tulajdonképpen a tojás sárgája is kikevered jól, és akkor mehet rá a pirítós kenyérre. Tatár bíztek, vagy Haka Péter, németek úgy ettük, Haka Péter, ott tettem először életembe. De hogyha hagyod állni 24 órát letakarva a hűtőbe, akkor még jobb másnap. De akárki is sütheted, ugye a mics, az is így készül. Szóval sok hamburger húst is lehet csinálni. Szóval sok mindenre jó az a keverék, igaz? Na, így felesbe jobb íze van. Szerintem. És akkor ezt ugye átpattintjuk ide az egészet, és gyönyörűen mindegy szemig kikaparni, és kérem szépen összekeverjük becsületesen ide. Na, szóval ugye beszélnek itt minden hülyeséget a amíg keverem, addig ezt elmesélem nektek, jó? Hogy most már ez ilyen tradíció lesz, hogy én mesélek. Nem lesz olyan unalmas.
remélem, a videó ilyen hülyeségeket ráveszek, nem is tudom, hogy miért csinálom. Na, hát majd megírjátok, hogy folytassuk ezt a vonalat, ez egy új dolog, ugye, hogy én itt rábeszélek marhaságokat. Hát szóval, ugye az emberek nem hisznek az UFO-kba. Az UFO-k ugye az a Unidentified Flying Object, tehát azt jelenti, hogy nem leigazolt, ugye, repülő tárgyak. Hát a Jani bácsi ugye nem van az Alföldön, és hát kapálgatja a kukoricát, ami ugye a derekáig ér, ugye gazol, meg mit tudom én, horol. Emlékeztek rá, hogy volt horoló? Hányan vattok itt, akik kapáltak életetekben kukoricát? Én még ekekapáztam is, gyerekek, lóval. Én vezettem a lovat. Olyat rálépett a sarkamra, a Balogh Jani, meg nem én, az meg nyomtam itt az őrüt, az ekekapát, szerencsétlen. Nagyon nehéz munka volt, és én a lovakat sajnáltam, gyerekek, az egész nap. Ugye a kukorica sorok közt ide-oda, ugye, vágtuk ki a gazt. Na, közben megállok, majd a történetet mondom. Igen. Szóval hasonlóképpen csomagolunk. Ő mondjuk azt csinálta, majd egyet mutatom, majdnem elvágtam az ujjam. Örültem volna neki. Ő ezt úgy csinálta, ezt a kivágást, hogy ilyen V alakba vágta ki ezt. Én inkább így csinálom. Ezt a vastagot. Jó? Na, közben ugye. Szóval Jani bácsi kapál minden len az Alföldön. Nyomatja keményen farmotorral. Az öregasszonyok is. Majd arról is lesz egy ilyen történet, amikor az öregasszony kapál, aztán megviccelik a fiatalok. Jani bácsit is megviccelték egyébként. Megették a szalonnáját, ami föl volt akasztva a fára. Ugye? Aztán megmaradt a hagyma, meg a kenyér. Aztán figyelték, hogy mit csinál az öreg, amikor eljön a kaja idő. Ugye leült az öreg, és akkor megette a kenyeret, meg a hagymát. Az kész volt. Aztán keresgélte a szalonnát, azt mondja a srácoknak. Melyik tegette meg a szalonnámat? Nem válaszolt senki. Még egyszer kérdezem, melyitek zabálta meg a szalonnámat? Hát, ott voltak 5-6-an ilyen suhancok. Egyik sem válaszolt. Azt mondom, hogy mindjárt kiderítem. Azt mondja, én azt a szalonnát nem azért hordom, hogy megegyem, hanem amikor kapálok, ki szokott pálni a valagam, és azzal szoktam kenegetni. Na, mindjárt ketten elkezdtek okádni, úgyhogy azonnal meg lett, hogy ki volt az. Na, 1, 2. Látjátok, nincs benne se piros paprika, semmi. Igaz? És akkor meghajtjuk, mint zinger a varrógépet, feltekerjük. És hát ugye a hagyományos módon, ugye a vége itt. Természetesen ugye benyomkodjuk. Ennyi. Szóval így elkészítsük őket. Hát ez egy jó darabig el fog most tartani nekem. Úgyhogy megint csak kihasználom az időt, aztán a Mari néni is ugye kapált kukoricát, aztán az kirepett, nem van baszva, nem érdekes. Hát aztán azt mondják a fiatalok, hogy azt mondja, vicceljük meg az öreg lányt. Azt mondja, hogyan? Azt mondja, megakasszuk hátulról.
Kicsit az öreg lánya nagyot hallott, nem figyelt. Szóval ment az egyik szépen, hátulról. Ez 18 éven felülieknek szólnak ezek a kis sztorik, úgyhogy figyeljek oda. És na, most ezt hogy nyomjam be, így megújjazzuk, megcicereljük. Mint a tyúkot meg szokták tojózni, arról azt ismeritek a módszer? Meg szokták tojózni a tyúkot. Mindig reggel, ugye, a gazda azt, hogy nem tudom, miért csinálták. Kíváncsi volt, hogy fog-e tojni a tyúk, azt benyomta az ujját a tyúk seggébe, és megnézte. És meg tudta mondani, hogy aznap, hogy lesz-e tojás, vagy nem. Na, szóval, Mari néni kapál, oda megy hátulról az egyik, súnyi módon fölhajtja a szoknyáját, az hátulról beakasztott az öreg lánynak. Az meg csak nyugodtan kapált tovább. Meg se fordult. Hú, az anyja szentségét, azt mondja. A másik, hát ez hogy van? Arra megy. Ő is megcsinálja. Harmadik, negyedik. Semmi reakció. Hát azt mondja. Hogy van ez? Na, mindjárt ott legel egy szamár, réten oda vezetik azt is, és hát azt is oda rakták öreg lány mögé, hát az is elvégezte a dolgát. Na, az kész volt, várjam így ilyen nagyobbat. Megszólal az öreg lány. Gyerekek, az a szürke zoknis, az jöhet még egyszer. A UFO történet, ugye aztán már megígérem, hogy több ilyen disznókodás nem lesz. Szóval kapál a Jani bácsi az Alföldön, ugye. Hát egyszer csak jön egy ilyen repülő csészehaj, leszáll. És egy ilyen kis emberke kiszáll belőle. És hát az öreg az meg csak úgy nézte, megpödörte a bajszát. Azt mondja, oda megy az öreghez, azt mondja, jó napot kívánok, magyarul, képzeld el, a marslakó, magyarul beszélt. Jó napot kívánok, én egy marslakó vagyok, ez és ez, azt mondja, jöttünk, meglátogassuk a ti civilizációtokat, és hát nagyon örülök neki, hogy szerencsésen ugye földet értünk. És közben így a kezét rátette a Jani bácsi vállára. És hát ez elég szar lett. És aztán annak különösen örülök, hogy fogunk tudni kommunikálni, azt mondja, mi beszélünk magyarul is. Majd még kell egy új levél. Kettő, azt mondja, 2, 4, 6, 8, 10. Honnan tudtam előre, hogy 10 darab lesz? Ehhez mit szózok? Ha? Honnan tudtam előre, elnézést, hogy pont 10 darabot fogok csinálni, és pont elég is a 10 darabhoz. Na. Hát ezt jó kitaláltam, mi? És akkor ugye rárakta a kezét a Jari bácsi vállára, elmondja, amit el kellett. Akkor azt mondja, de a legjobban annak örülök, hogy közöttünk aztán nem lesznek kommunikációs és méretbeli különbségek, mert hogy egyforma magasak vagyunk. Na de hát az előbb már mondtam, hogy a marslakó az körülbelül a Jani bácsi derekáig ért. Hát jó van, szépen elmondta, köszöntötte a Jani bácsit, azt mondja erre a Jani bácsi, hogy hát nagyon örülök, marslakó, hogy meglátogattatok minket. Annak nagyon örülök, hogy tudtok magyarul is, és fogunk tudni beszélgetni. De egy dologban tévedtél, hogy mi egyforma magasok vagyunk. Azt mondja, mert most éppen én itt googolok, és éppen szarok a kukoricásba. Igen, ez, amit itt látunk, ez két ilyen kis konzerv, Natur, ugye,
natur paradicsomszósz, és ez egy nagyon pici maradt nekem egy ilyen pizzaszósz, egy ennyi, hát azt beletettem, hogy így elfogy. De vegyük úgy, hogy ez egy natur szósz, oké? Okay? Tehát ez a kiinduló pontunk. De ez a natur szósz, az rakok, ez tejáskanálnak felel meg. Egy olyan másfél tejáskanál fekete bors. Egy teáskanál só, ebből kettő jó teáskanál brown sugar, tehát a barna cukor. Ennek uralkodni kell ennek az édes íznek majd, mint ahogy a magyar töltött paprikánál is. És amivel másabb lesz ez, gyerekek, egy kicsivel, ez pedig a barbecue szószok egyik alapja, tehát az alap a Worcestershire sauce, ugye a Worcestershire sauce, és a ketchupot, ha összekevered, már van egy barbecue szószod. Na most ebbe a kettő evőkanálnyitnak felel meg, egy ennyit teszek bele, oké? Okay? És akkor ebből várjál, mennyi az? Hát ahány? Szóval egy tízzel, nem tudom, ez mennyi lesz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát egy konzerv is elég lett volna. Hát én úgy gondolom, hogy tízet. Tíz darabot. Tíz ilyen jó. Magyarul 20 evőkanál, na, végre kinyögöm. És akkor ezt elkeverjük. Ennyi az összfűszerezés, nem teszünk be semmi mást. Oregano, meg basil, meg egyebek, semmi, se fokhagymát, se piros paprikát, se köménymagot, semmit. Zeller, vagy petrezselyem zöldje, semmi, mert nem, ez a recept, gyerekek, ez az amerikai recept, ezt így kell csinálni. Na most, itt egy kicsit csalni fogok, ugyanis az eredeti recept az úgy szól, hogy ezeket a káposztákat ugye ebbe a porcelán edénybe végigrakod, és a már kikevert szószt, így a kanállal rákanalazod ezekre a káposztákra, és akkor belerakod a slow cookerbe, tehát a lassú főző, 8 órán át ugye főzöd. Igen ám. Ezzel mit csináljak, meg a maradék szósza, ugye? Na, hát ezen annyit változ, nem lesz nagy változás. Nem tudok, mert mit dobjam el, nem akarom eldobni. Szóval annyit csinálok, és semmiféle kriminál dolog nem fog most történni, csak annyi, hogy ezt én felszeletelem. Igen, és így kibélelem vele az alját, mit szóltok hozzá, jó lesz? És így el fog fogyni ez is, mint paradicsomos káposzta. Na. Itt ennek se íze, se bűze, igaz? Mert ez csak egy sima vízbe lett, ugye úgymond megpárolva egy kicsit, tehát egy kevés barna cukorka. Ez már az én döntésem. Valamennyi majoranna. Ez már ilyen só, ugye, mert nincs rajta só, egy csepp se. Oké. Okay. Tovább. Már ez fokhagyma só, akkor nem teszünk rá, mert már ugye van só rajta. És hát ugye a fekete bors. Természetesen, úgy nagyjából mindegyikből egy-egy ilyen teás kanálnyi, és az őrölt kömény, egy kis kávés kanálnyi. Na, ennyi az én változtatásom. Semmiben nem fogja befolyásolni egyébként annak az ízét. Legalábbis én úgy gondolom. És ezt a maradék szószt ugye rápattintom ide. Jó, egyenlőre. Ezt össze is keverjük. Ó, ez meg van, össze van keverve. Most ráteszünk a fekete kávét. Ja, na, csak hülyeskedek.
mint egy kis lekvárra bekeverni. Na és akkor van itt majd maradék, ilyen, de nem kell sok. Éppen hogy... Ja. A húsleveslé. Na, nem rontottam-e? Mit gondoltok? Elrontottam. Ez, mondom még egyszer, nincs benne az eredeti receptbe. Tehát aki az eredetit akarja csinálni, azt, ezt a lépést hagyja ki, és akkor onnan kezdje, ahol most fogom én folytatni. Tehát megpakoljuk ezekkel az ízlésesen elkészített, nagyszerű, jópofa, töltött káposzta levelekkel. Jó lett volna, ha elfért volna egy sorba. Nem fog elférni se, hogy akármit csinálok. Ja, nem. Nem baj. Akkor rakjuk el így. Na várjál, várjál. Ja, itt van 2, 4, 6. Az ott 4. Jó. Oké. Jeden, dva, četíre, pět, šest, sedm, osm. Úgy. Jó. Jó, de is egy kicsit. Na és akkor így ezekbe a közökbe, amennyire lehet, ugye rálapítjuk ezeket a maradékot. Semmi baj. Úgy szépen rátesszük. Ezt a fűszeres paradicsom szószt. Na, jó lesz? Mit gondoltok? Jó lesz ez itt? Jó lesz. Na jó, ez belemegy a fűtőedényébe, és gyerekek, 6-8 órán át közepes, az a kétharmados, mint a Fidesz, tehát kétharmaddal fogjuk főzni 8 órán keresztül az előzetes számítások szerint. Úgyhogy majd később találkozunk. Bye. Félreértés nem lehetség, nem a tűzön főzzük. Nem tudom, hogy mondtam, ez slow cooker. Tehát ez nagyon lassan csinálja. Éppen csak úgy fog majd bugyogni. Na erről van szó. Tehát innentől számítva 8 óra. De lehet, hogy 6 óra múlva már jó. Nos kérem, elérkezett az igazság pillanata. Körülbelül 10 órától ment az anyag, most van 5 óra. 5 óra van. Megnézzük, hogy mi az, amit alkottunk itt közösen veletek. Jó. Egyelőre ennyit szedek ki, hát azt nem tudjuk megenni, csak nekünk kell egy kis hely, oké. Következő, szedünk ki, nem akarom az egészet behabarni. Egy kis lét, egy ennyit, még egy picit. Jó, egyelőre. Na, szóval annyit kell csinálni, tamarindo pasta, tehát ez a sűrítmény. Ennek a felét vízzel kikeverni, és bele a lisztet, és a habverővel elkeverni. Oké, szóval felfőzzük, csináltunk egy ilyen habarást, kérem. Úgy. Majd gyere ide egy kicsit, és szedje rá még a léből egy kicsit, jó? Közben Évi is megjött a léből, jó? A ezért merőkanállal. Jó lesz. Így jó is, ennyi. Szóval ezt így felfőztük, és kérem, készen van az öntet. Kérem, kezdődik a betálalás. Jaj, a múltkor voltak ilyen szavak, és elkezdtem mondani, hogy vannak ezek új magyar szavak, és akkor azt mondja, hogy bekóstolok, besírok, bekrepálok, ezek új szavak. Ugye az, hát én hármat lenyomatok ebből, gyerekek. Simán. Jó, és akkor így ezzel a bizonyos
behabart szósszal így kicsit leöntjük. Kérem, ez egy amerikai típusú töltött káposzta, és ehhez felszolgálok a feleségemnek egy pizzakenyérből sütött, pizzatésztából sütött, remélem, hogy átsült, ilyen pizzakenyeret. Hát, tetszett a videó? Ha igen, és gondoljátok, hogy ezt a típusú töltött káposztát kipróbáltok, sok szerencsét kívánok hozzá, a fogyasztásához pedig jó étvágyat. Sziasztok, bye-bye!